akkori szocialista országokban a kommunista egypártrendszer közel fél évszázadon át üldözte az egyházakat. Katartikus sorsok és az állambiztonsági szolgálatok iratai elevenítik fel a múltat a megújulás jegyében. Hitvallók és ügynökök. Az igazság szabaddá tesz benneteket. Semmi sem marad elrejtve, sem eltitkolva. A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó. A diktatúra arra törekedett, hogy mindenkit megfélemlítsen és hatalmába kerítsen. A túlélés érdekében a püspöki kar egyezményt írt alá az állammal. Az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Ezt hiszem, hogy a magyar népköztársaságból moszkvai irányítással, azonos koncepció alapján az egyházon belül is besúgó rendszert építettek ki. Titkos ügynökökkel és lehallgató készülékekkel figyelték az egyházi személyek minden lépését. Túlélés vagy kollaborálás? Papok és szerzetesek százait börtönözték be ártatlanul. Másokat a politikai rendőrség titkos ügynökként építette a hálózatban. Sokan eltérnek majd hitüktől, és elárulják egymást. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek. A közép-európai keresztény egyházak nehéz kötelessége, hogy szembenézzenek a szenvedésekkel és mártíromságokkal, a gyengeségekkel és árulásokkal. Itt éltek és meghaltak a ferencesek. A megújuló egyház.